Mai este az endometriózisról fogunk beszélni, mégpedig germán gyógytudományos szemmel. Mert ugye a germán gyógytudomány az a tudomány, ami a betegségeink valós okára mutat rá. Hammer doktor azt jegyezte meg ezzel kapcsolatban, hogy orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. Mindkettőre szükség van, nem elegendő csak az egyik. A józan ész alatt a józan paraszti észt értem, a szívünk alatt pedig azt, hogy amit érzelmileg elindítottunk, azt érzelmileg állítsuk le, vagy nem lesz gyógyulás. Hammer doktor életéről és munkásságáról külön webkonferencia foglalkozik, úgyhogy ennek részleteiben nem megyek bele, viszont azt tudnunk kell, hogy az öt természet törvényt egy családi tragédiának köszönhette, mégpedig a 19 éves fiának, Dirk Hamernek a halála okozta, váltotta ki azt, hogy Hammer doktor az öt természet törvényt felfedezte. Ez a 19 éves fiú az apja karjai közt halt meg, bár mindent elkövetett az apja, hogy megmentse az életét. 111 napig küzdöttek, tudjuk, hogy az olasz trónörökös Viktor Emánuel tökrészegen két pisztolylövésen halálosan megsebesíti 78. augusztus 18-án, és ez a fiatalember december 7-én hal meg az apja karjai közt. Két hónappal később már Hammer doktornak herredaganata van, és minek utána a kemó sugárkezelés nem vállal csupán műtétet az addigi tudásával, nehezen, de felépül, pokoli kínok következtében, de felépül, és miután teljesen rendben jön visszaáll dolgozni belgyógyász, főorvosként egy nőgyógyászati rák klinikán, Münchentől nem messze. Nos, itt teszi fel a kérdést a betegeinek, amit megfogalmazott, hogy vajon az ő életükben a daganat megjelenése előtt nem volt valami nagyon váratlan, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, ami úgy érkezett, mint derültékből a villámcsapás, amit magányosan ért meg, amiben benne maradtak. És mind a 200 megkérdezett betegnek a válasza igen volt, és ezután Hammer doktor megfogalmazza a rák vas törvényét. Kérem szépen, azért beszélünk vas törvényről, mert ez egy megingathatatlan igazság. Senki nem tudta különben még megcáfolni Hammer doktor egyetlen természet törvényét sem. És a rák vas törvénye magába foglalja a DHS kritériumait, a Dirk-Hammer szindrómát, mert a képen látható Dirk Hammerről nevezte el Hammer doktor, tehát azokat a feltételeket, amelyek szükségesek egy daganatos betegség létrejöttéhez. Tehát 1981 óta tudjuk, hogy a rák nem ismeretlen, nem gyógyíthatatlan, nem rossz indulatú, hanem egy érzelmi megrázkódtatás következménye, amiben ott van a félelem, tehát egy negatív érzésről beszélünk, ami hirtelen, meglepetésszerűen tört ránk, mint derültékből a villámcsapás, és mindezt magányosan éltük meg, benne ragadtunk a konfliktusba. Erről szól minden daganatos betegnek a kórelőzménye. Ez a csupán magyarul lelki megrázkódtatásnak nevezett érzelmi megrázkódtatás az agy közvetítésével fogja elindítani a szervi választ. Ez a lélek-agyszerv tengely egy paradigmaváltás a gondolkodásban, a medicinában. Ugyanis bármelyik részét ismerjük, a másik kettő ebből már egyenesen következik. Vagyis a beteg, mikor a szervi tüneteivel érkezik, akkor pontosan a tünetek alapján tudjuk, hogy mi volt az ő érzelmi megrázkódtatása, és hol van ennek becsapódása az agy megfelelő helyén. Szervi elváltozásról, tünetekről beszélek, és ez azt jelenti, hogy minden egyes tünet mögött egy konkrét lelki megrázkódtatás van.
Azért az emberek általában egy konfliktus során nem egy, hanem több konfliktust is megélnek, vagy a konfliktussal kapcsolatosan több megélésük van az asszociatív gondolkodás következtében. Ugye egy negatív érzelemhez kötök egy negatív gondolatot, és ez lesz az, ami a Hámeri gócot létrehozza az agyban. És elindul az értelmes biológiai különprogram, ami különben nem indul el, csak ha én elindítom, tehát ha benne maradok a konfliktusban. És értelme van, mert minden a túlélés szolgálja, erre még meg kitérek, EBK-val rövidítjük. Nagyon lényeges tudni, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak ezek a bizonyos sínek, vagyis rögzítjük a konfliktusban tapasztalt körülményeket, és legyen ez fény, hang, illat, íz, bármi, a receptoraink rögzítik azt, ami a konfliktus pillanatában éppen történt, és ezek a sínek fognak minket emlékeztetni arra, ha nem oldottuk fel érzelmileg azt, ami érzelmileg érintett meg minket. Ez itt a nagy fontos lényeg. Mit jelent az, hogy érzelmi feloldás? Azt jelenti, hogy megértéssel, mert ameddig nincs megértés, addig nincs érzelmi feloldás. Tehát a megértés azért kell, mert zakatol az agyam, és keresi a választ, hogy de miért, vagy miért nem, stb. A germán gyógytudomány ismerete viszont rávezet minket a miértekre. Aztán jön a megbocsátás. Önmagamnak is, a másik embernek is. Ha ezt nem tesszük meg, akkor felejtsük el a gyógyulást. És ez nem szóbeli megbocsátás, vagy írok egy levelet neki, hogy megbocsátottam. Ezt én itt belül kell érezzem, vagy nem ér semmit. És maradok a tünetekkel, és maradok sinem. Amikor már megértettem, megbocsátottam, akkor engedjük el a múlt sérelmeit szeretettel. Vagyis feltétel nélküli elfogadással és hálával. És ezt nevezem olyan érzelmi megoldásnak, ami garancia arra, hogy nem fogom ezt a programot újra elindítani. Mert ha megértettem, hogy mit tanultam belőle, akkor kérem szépen, még egyszer ugyanezt nem indítom el, mert már jelen vagyok és értem, hogy miről szól a történet. Feltehetem a kérdést magamnak, hogy megéri. Amikor már ismerem a germán gyógytudományt, akkor felteszem a kérdést, megéri, vagy kilépek még aznap a programból, a nem újjék el nap a te haragoddal javaslat, 2000 éves javaslat, jó lenne bevezetni az életünkbe. Mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése, és ezért nem tudjuk az embereket a hozzátartozók segítségével is tápolni, gyógyítani, mert a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Kérem szépen, ez egy nagy-nagy figyelmeztető mondat, és nem a kifogásoknak a magyarázata. A betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ő tudja, hogy mit él, tehát ő neki kell érzelmileg megoldania, senki más helyette ezt nem tudja megcsinálni. Vagyis ez nem az a medicina, ahol az orvos diktál és a beteg teljesíti a feladatot. Itt nincsen az, hogy amit ma egy telefonbeszélgetésben folyton visszatérő mondat, hogy de én páciens vagyok, és akkor mi van? A germán gyógytudományban a páciens nem kiszolgáltatott. A germán gyógytudományban a páciens lesz az, aki eldönti, hogy megcsinálja, vagy nem csinálja meg azt, amit javasolnak neki. Ennyire egyszerű. És ettől fog függni, hogy meggyógyul, vagy nem gyógyul. Tehát legyünk szívesek egy kicsit átértékelni a dolgokat, mert itt nem arról van szó, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Itt kérem szépen mindenből képesek vagyunk meggyógyulni, lehetőleg még mielőtt totálisan le nem merítjük a biológiánknak az életerejét, vagy nem csinálunk olyan súlyos komplikációkat, hogy kénytelenek legyünk bemenni a kórházba egy műtétre, mert olyan állapot alakult ki. Tehát ezt kellene elkerülni, de ahhoz le kéne zárni békével a napjainkat. A
amikor már elindult a biológiai program, és itt azt látjuk a DHS becsapódásával, akkor ez két fázisban zajlik le, lélek, agy, szerv, tengelyen. Tehát a lelki megrázkódtatás először is becsapódik az agyba, itt látjuk a baloldali képen a becsapódásnak a nyomát, nyilván aki telefonon nézi, az nem sokat lát belőle. A televíziót arra kéne használni, hogy összekössük a számítógépen, és szép nagy képernyőn lássuk ezeket a képeket. Szóval a becsapódás körül körkörös gyűrűket látunk. A negyedik könyvemben ezt részletezem, hogy hogyan és miként. Ez a CT kép úgy készül, hogy rétegfelvétel készül az agyalappal párhuzamosan. Ezért tettem ide bal oldalra ezt a képet, ezt a profilképet. Tehát rétegfelvétel, amit, és ez egy olyan rétegfelvétel, amit egy röntgenkészülék csinál, egy számítógép segítségével. Ezért lesz komputer tomográf, vagyis CT az elnevezése. De ezt kontrasztanyag nélkül kell csinálni ahhoz, hogy az látható legyen, amiről itt és most beszéltem. Mindenki megélt már váratlan eseményt az életében, nem várt eseményt, ami félelemmel töltötte el. És még nem találtam biztosítót, aki hajlandó lenne kötni biztosítást arra, hogy velem ilyen az életben több nem fog előfordulni. De értsük meg, hogy nem ez a lényeges, hogy hányszor élek meg én kellemetlen élményt, hanem az a lényeges, hogy mennyit csücsülök a konfliktusba. Kettő perc alatt is ki lehet lépni a konfliktusból, nyilván ahhoz még néhány egyéb dolgot tudnom kéne. A konfliktus pillanatában tehát rögzítettük a sineket, és ezek csak akkor fognak eltűnni, ha érzelmileg oldom fel mindazt, amit érzelmileg elindított. Itt vagyunk az első fázisát ennek az értelmes biológiai különproduktoknak. Úgy hívjuk, hogy konfliktus aktív fázis. Aztán, ha megjött a megoldás, akkor következik a megoldást követő fázis. A konfliktus aktív fázis mindenki számára ismert, csak nem figyelünk oda, hogy zakatol az agyam, nem tudok elaludni, felébredek álmomból, nincs étvágyam, nem eszem rendesen, lefogyok, emelkedik a vérnyomásom, pulzusom, légzésszámom, hideg a kezem, hideg a lábam. Tehát röviden tömören a stressz tüneteit éljük át, mondjuk minden vizsgával, vagy minden temetésen, vagy minden váratlan negatív hír kapcsán. A nagy kérdés csak az, meddig tart? Meddig tart ez a konfliktus aktív fázis? Mert ez fogja eldönteni, hogy a megoldásban, vagyis a gyógyulásban mennyire fogok szenvedni. Ez itt a nem mindegy. Ezért mondom, hogy zárjuk le békével a napjainkat. Aztán az sem mindegy, hogy ezt a konfliktust hogyan fogjuk lezárni. Hogyan? Vagy lezárom érzelmileg, és akkor tényleg le van zárva, vagy agyalok rajta, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Vagy az élet megoldotta, mert meghalt az, akivel kapcsolatban a konfliktusomat megértem, de mit tanultam belőle? Ha semmit, akkor jön a következő tanítás. A konfliktus megoldása után, KM, konfliktus megoldása után, a megoldás követő fázis három szakaszát fogjuk megtapasztalni. Először is az exudatív fázist, ami azt jelenti, hogy exudátum gyülemlik a gyógyuló szövetekbe és az agyi központba. Exudátum, vagyis víz, vagyis az sejtek közti állománynak a víztartalma fokozódik, és ez duzzanattal jár, feszültséggel, fájdalommal, meleggel, nem működik rendesen. Tehát nyilván, ha kívül van a felszínen, akkor piros. Na most, ha ugyanez a duzzanat, ugye, kialakul agyi szinten is, tessenek megnézni, jó lesz a CT-képet, mert pont erre van szükségünk a mai nap, akkor ott is duzzanat alakul ki. A baloldali hámerigóz sötétebb színű, mint a jobb oldali. Azért, mert a felgyülemlő víz fellazította a szerkezetét, és így több röntgensugár megy át rajta, tehát sötétebb lesz a kép. Aki fekete-fehér fotózással foglalkozott valaha, az teljes mértékben érti ezt az egészet. Ez a
Hámeri góc, ez itt nem egy agydaganat. Ez csupán egy hámeri góc. Éppen megoldásban van, azért van benne folyadék. Ez az exudatív fázis. Na, ilyenkor a gyulladás tüneteitől szenvedünk, és a agyi nyomásfokozódás miatt meg még fáj a fejünk is, de nem sokáig, mert jön utána az epileptoid krízis. És krízis, mert amint látjuk, sokkal magasabb a kilengés, mint ami volt a konfliktus aktív fázisban, vagyis itt súlyosan éljük meg a tüneteinket. És ugye mindig attól függ, hogy miről beszélek, azért epileptoid, mert az epilepszia is itt zajlik le, az eszméletvesztés és az izomrángatás, mert megoldottunk egy nagyon súlyos elválasztási konfliktust és egy motorikus, vagyis mozgáshoz kötött konfliktust. Na most akkor az lenne jó, ha lezárnánk békével a napjainkat, mert akkor ez a kilengés az nem okozna ekkora fájdalmat és szenvedést. Az epileptoid krízisnek a lényege, hogy először is a hámeri góc fog létrejönni, vagyis rendbe jönni. Ha jól megnézzük a baloldali gócot, a széle kezd feltisztulni, világosodni. Vagyis ez azt jelenti, hogy az epileptoid krízisnek a leszálló ágában vagyunk, ide, ahova pöttyöket rajzolom, vagyis megindult a folyadéknak a kipréselése, mind a hámeri gócból, mind szöveti szinten. Tehát csökkenni fog a fájdalom a szöveti szinten, ott, ahol duzzanat van. Csökkenni fog a fejfájás, mert megszűnik az agyi ödéma. És rendben jön a hámeri góc. Ez a legfontosabb dolog, hogy az agyi irányító központ jöjjön helyre. Persze a tünetek az epileptoid krízisben váltakoznak, súlyosak, azt szerint, hogy miről beszélünk. A hegesedésben már megint meleg a kezem, meleg a lábam, a piros szín ugye a gyulladást és a meleget jelzi, a hideg pedig az hideg végtagokat. A hangulatom jó, túl vagyok a nehezén. Jó az étvágyam, már tudok enni, de iszonyúan fáradtnak érzem magam. És nagyon sok ember itt, mivel nem érti, hogy hogyan zajlik le egy-egy értelmes biológiai különprogram, akkor itt elkeseredik és csinál valamit, amit nem volna szabad. Tehát ez az egyszerű levetítése annak, hogy hogyan zajlik le két fázisban minden egyes értelmes biológiai különprogram. Ez a góc, ahova mutatok itten, a jobb oldali képen, most megmutatom alulról is, tehát ez a góc, ez pontosan a petefészeknek, vagy férfinál a herének a hámeri góca, mégpedig a hormontermelő sejteknek a irányító reléje. Mert ugye a petefészekben is, a herében is kétféle sejt van. Az egyik sejtsor termeli az őssejteket, amelyekből lesznek az élet petesejtek, illetve mozósejtek, a másik részében pedig az interstíciális, úgy mezodermális szövet, ez fogja a hormon termelni. Tehát így jön létre két csíralemezből a petefészek és a here. De mi az, hogy csíralemez? Mindjárt megértjük a harmadik természettörvényből, mert kiderül, amikor Halmer doktor visszalapozza az embriológiába, hogy az egyetfejlődéstől, az embriológiából következik, hogy a két fázis alatt mi fog történni? Sejtek szaporodása, sejtek sorvasztása és működés változása, nincs negyedik lehetőség. Tehát ez itt a lényeg, hogy mi történik, és mitől függ az, hogy ez megtörténik? Hát attól függ, hogy melyik csíralemezből származik az adott szervünk, szövetünk. Itt látjuk azt az állapotot, amikor a megtermékenyítés után már visszaérkezve az anyamébe, megtörténik a beágyazódás, tehát kapcsolatteremtés.
az anyaméh nyálkahártyáján keresztül az anyai szervezettel, és ez pedig, ez az állapot, ez a Szeder csira állapotból létrejött három csira lemez. Belül van nyilván a belső csira lemez, sárga színnel vagy endoderma, kívül van a külső csira lemez, pirossal jelezve vagy ektoderma, és a kettő között narancs színnel találjuk a mezodermát, vagy középső csira lemez. Láthatjuk, hogy a középső csira lemeznek az egyik lemeze hozzátapad a piroshoz, a másik pedig a sárgához. Az, ami a piroshoz tapad, azt úgy hívjuk, hogy új mezoderma, ami a sárgához, az a régi mezoderma, és az új mezoderma sejtjeit, kérem szépen, az agy, itt van, tessék nézni, az előbb megmutattam, az agyvelőnek a reléi fogják irányítani, és itt megint rámutatok, az előbb látott CT képen, látott Hámeri gócra, ami a petefészek vagy here irányító központja, mégpedig a hormonális, hormontermelő sejteknek az irányító központja. Tehát ami középen van, az nincsen se kívül, se pedig a belsőn belül, az középen van. Mi van középen, kérem szépen? A csontok, a csontokat összekötő ízületek, a csontokat mozgató haráncsikolt izmok, az izmokat ellátó osztógyűjtő nyirokerek, valamint a kötőszövet és zsírszövet. Ezek lesznek azok a szövetek, amelyek a középső csíralemezből, mégpedig az új mezodermából származnak. A régi mezodermából származó sejteket, azt kérem szépen a kisagy fogja irányítani, és ezek a vélt vagy valós támadással foglalkoznak. Részletekre még kitérek, ennek a képnek annyi a lényeges, ezt nagyon szépen kérem mindenki értse meg, hogy az, hogy áttét, az biológiai képtelenség. Ilyen nincs a biológiában. Erről volt már előadás, amint lesz rá ez az leadott előadásokat, átnézem, megvágjuk és kitesszük, de addig is, ha valakinek félelme van, hogy áttétei vannak, akkor gondoljon bele abba, hogy a padlóból egy csempe nem fog fölmenni a padlásra, akár padláscserépnek, akár tetőcserépnek sem. Tehát ez fizikai képtelenség, az pedig biológiai képtelenség, hogy az egyik csíralemezből kialakult sejtem, majd gondol egy nagyot és merészet, és át billen valamilyen más működést ellátó sejté. Úgyhogy tessenek megnyugodni, nincsenek áttétek, és az, ami a nyirokcsomóban kimutatható, az pontosan a gyógyulásunknak a bizonyítéka. Az nem áttét. A felesleges sejtjeinket, amiket lebontunk, mikor megoldjuk a programot, azt a nyirokcsomó fogja megoldani. Mert hát ugye, mint mondtam, a konfliktus aktív fázisban azt csinálom, hogy vagy építek, vagy bontok, vagy működést változtatok. Mit fogok csinálni a megoldást követő fázisban? Hát ennek a fordítottját. A felesleges sejteket lebontom, a hiányzókat visszaépítem, és a működést helyreállítom. De a lebontott sejteket azt a nyirokrendszer fogja feldolgozni. És kik segítenek a felesleges sejtek lebontásával? Itt látjuk őket, ők a gombák és a gombabaktériumok, vagy TBC baktériumok. Ők tehát az agytörzs és a kisagy által vezérelt programokban segítenek helyreállítani a sejtszámot. Kik segítenek visszaépíteni a hiányzó sejteket? Itt van, kérem szépen, a baktériumok és a vírusok. Ezek tehát az agyvelő és az agykéreg által vezérelt programokra hatnak és segítenek visszaépíteni, és az agykéreg képes arra, hogy működést blokkoljon, illetve helyreállítson mindenféle külső segítség, tehát mikroorganizmusok nélkül is.
Aki először van itt, az fogja a fejét, hogy miket hall. Persze nem ezt tanították az iskolában, de hát aki már néhány előadást meghallgatott, vagy megnézte a negyedik természettörvényről szóló előadást, amit külön is megtettem, az annak nem kell további magyarázat. A konfliktus típusokról Hammer doktor egy táblázatot hozott össze, itt van a hátamnál. Nagyon, de nagyon precíz dologról beszélünk. Távirati stílusban egy konfliktus, hol a Hammeri Gócz konfliktus, aktív megoldás követő fázis, mi történik az epileptoid krízisben. Igen, ám, de ez a táblázat az akut, a heveny betegségeknek a leírását tartalmazza, a krónikus folyamatok nincsenek benne. Tele van terminus technicussal, tehát minden orvosi kifejezéssel, és olykor az lesz az érzésünk, hogy hát nekem nincsen konfliktus. Na, ennek megoldása már megtörtént. Egy be fogom mutatni, hogy hogyan és miként tudjuk ezt az egészet megérteni, úgy, hogy a számunkra is érthető legyen, mint az, amiben a táblázatban van. A lényeg a konfliktus típusok megértése, amúgy a weblapon, a Germán Gyógytudomány menüpontban ez mind olvasható. Tehát a sárga és a narancsszínű mező, a narancsszínű mezőnek a felső része, tehát akkor most körberajzolom, hogy ez így, ez az ősagyi irányítás alatt van. Az ősagy, az az agytörzs és a kisagy. Ami tőle jobbra van, az a nagyagy, és az agyvelő irányítása alatt van. Amit az ősagy irányít, ott mindig először építek, és a megoldásba pedig lebontom a felesleges sejteket. Mi tartozik ide? Az agytörzs irányítja a falat konfliktusokat, vagyis mindazok a konfliktusok, amelyek akkor merülnek fel, ha a létezésem veszélybe kerül. Ahhoz, hogy létezzek, hogy életben maradjak, ahhoz levegő, víz, táplálék, fény és hang szükséges. Nem csak nekünk, hanem minden más biológiai lénynek is erre van szüksége. Ő itt a biológiát képviseli, ott ül az orvosi táskáján, és félelemmel éli le az egész életét. Ezért egyfolytában figyelnek az állatok, a nyuszik is, a rókák is, kérem szépen, meg a mókusok is, meg a birkák is, figyelnek arra, hogy honnan jön a veszély. Vagyis jelen vannak a pillanatban. Ők nem foglalkoznak azzal, hogy mi történt tegnap előtt vagy azelőtt. A kellemetlen élményeket újra megtalálják, újra figyelmeztetést kapnak, ha sínre kerülnek, ugye ők nem tudják a félelmeiket tudatosan megoldani. Az ember úgy gondolom, hogy ennél többre képes. A falatok tehát, a levegő, víz, táplálék, fény és hang. A jelen pillanatban mind a több mint 500 hallgató számára megvan, akkor csak annyit tudok mondani, hogy biztosítva van az életben maradása. Ebben a pillanatban. De ha én kivetítem a félelmeimet a jövőre, az is most fog megbetegíteni. Ha meg nem zártam le azt, ami a reggel történt, vagy 10 évvel ezelőtt, az is most fog megbetegíteni, mert az agyam nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. A falat konfliktusok közül a legsúlyosabb a magányosság megélése, mert ez vízvisszatartást okoz, és ez pontot tesz minden egyéb programnak a végére, ezért ez nagyon fontos megismerni, és erre külön webkonferencia anyagok állnak a rendelkezésre. A kisagynál is a vélt vagy valós támadások azok, amelyek elindítják a burkoknak vagy a hártyáknak a vastagodását. Vélt vagy valós támadások, mert valóság, álom, illúzió a fejemnek ugyanaz. A támadásra ugye védekezünk, és a védekezésre szintén sejtet építünk.
az IRHA-ban, vagy az IRHA-nak a járulékaiban, valamint a burkokban, mint hashártya, mellhártya, szívburok. A bemocskoltság is vélt vagy valós, mert elég, ha valami disznosságot mondanak a hátam mögött, vagy bemocskolják a becsületemet, és erre már az IRHA járulékainak a szaporítását fogom elindítani. A gondozási konfliktus pedig egy összefoglaló fogalom. Valójában arról van szó, hogy túlzásba viszem az aggódást. Én tudom, hogy minden nőnek a alaptermészetében ott van az aggódás. Csak értsük meg, semmi aggódással nem fogunk megoldani, csak meldaganatot fogunk kiépíteni magunknak, de ugyanide vezet a vita veszekedés is. Tehát, ha az aggódást és a mögötte levő félelmeinket átfordítanánk, és a bizalom irányítaná az életünket, akkor meg se tudnánk betegedni. Az agyvelő által irányított programokat itt találjuk a narancsoszlopnak második felébe, önleértékelés, önpusztítás, tehát először sorvasztok, megoldásban pedig visszaépítek. Amint elmondtam, ide milyen szövetek tartoznak, tehát a mozgással kapcsolatos szövetek, a csont, porc, ízület, inak, izmok, azokat ellátó erek és kötőszövet, zsírszövet, de ide tartozik, kérem szépen, amint mutattam már, a herének és a petefészeknek a hormon termelő sejt rétege is, és a mai nap erről lesz szó, azért emelem ezt ki. Aztán itt van az elválasztási konfliktus, a birtok konfliktus, a birtokzónán kívüli konfliktus. Ezek mind az agykéreg irányításával valósulnak meg. Mindig először itt is sorvasztunk, aztán visszaépítünk sejtszinten, de a működés változások, azok kérem szépen itt találhatók a táblázatnak itt az alsó részében. Tehát ott már nincsenek mikroorganizmusok, az agyi parancsra fogjuk a sejtek működését leblokkolni, és ugyanezt megoldani, feloldani a blokkot, és minden rendben van. A konfliktus típusok további jellemzése elvezet minket oda, hogy megfejtsük a viselkedési mintáinkat is. Mert észre sem vesszük, hogy a viselkedésünk valamilyen fel nem oldott konfliktusra ad folyamatosan választ. A negyedik könyv borítóját látjuk itt, ami csak azért készült el, mert folyton azzal találkozok, hogy az emberek nem találják a konfliktusokat. Mit tegyek, hogy jó legyek? Hogyan találom a megoldást? Ugyan úgy találom, hogyha odafigyelek a viselkedésemre. Odafigyelek, hogy például, hogy mindenre ellenszegülök, akkor nyilván cukorbeteg vagyok. Vagyis aki cukorbeteg, annak ez a fő problémája. Vagy mindenre azt reagálom, hogy nem bírom elviselni, és fáj a csipőizületem. Vagy minden helyzetben az jelent nekem biztonságot, ha mindenki közel van hozzám, akiket úgymond nagyon szeretek, és mindenki jó távol van tőlem, akiket nem szeretek, akik veszélyesek rám. Na, ez a program, ez az elválasztási konfliktus, és ez nagyon súlyos mentális zavarokat fog okozni idővel, nyilvánvaló, nem kedről szerdára virradólag, de ez az egyirányú utca az Alzheimer-kor felé. Addig megélvezhetjük a krónikus programjaimokat, két oldalt is, fél oldalt is, attól függ, hogy kivel kapcsolatos a konfliktusunk. Az aggódásról már beszéltem, a rágódás az ugye gyomorpanaszt okoz, és a mai napra direkt ide írtam, hogy a túlzott kötődés. Ha én túlzottan kötődök valakihez, akkor nyilvánvaló, hogy túlzottan nagy fájdalommal érem meg a tőle való elszakadást, mármint nem mint elválasztási konfliktust, csak egy különbséget tegyünk.
hanem azt, hogy elvesztettem. Meghalt, elköltözött, elhagyott engem. Egy szeretett személyről van szó, vagy élőlényről. Na, ezt kérem szépen, akkor fog hatalmas programot okozni, petefészek és hereprogramot, ha túlzott kötődés jellemző rám minden emberi kapcsolatban. Erre jó lenne odafigyelni, hogy azért kötődök ilyen erősen, mert teli vagyok félelemmel, mert tőle várom a biztonságot, és hogyha elszakadok tőle, akkor garantáltan nem csak petefészek és hereprogramom lesz, hanem elválasztási konfliktust is megélek, 2-0, és onnantól kezdve még lehet aggódni, rágódni és bosszankodni. Tehát azért hívom fel erre a figyelmet, hogy tudjuk, hogy álljunk le minden nap a programok folytatásával, zárjuk le békével a napjainkat. És itt van a három ábra, ami a krónikus betegségeinket megmagyarázza. Fogunk vele találkozni az előadás során. Itt van a függő konfliktus aktivitás, ami csak annyit jelent, hogy még mindig nem oldottam fel a konfliktusomat. Még mindig gyászolok, és akkor azon túl, hogy nem tudok nyugodtan aludni, hogy hideg a kezem, hideg a lábam, hogy ketyeg a szívem, hogy emelkedik a vérnyomásom, hogy különösebbet nem fogok észlelni, de mikor megoldom, akkor majd jönnek a tünetek. Igen, ám, de ha nem oldom meg érzelmileg ezt az egészet, hanem csak változtak a körülmények, akkor jön a függő gyógyulás, és akkor viszont ez fogja tönkretenni a biológiai testemet is, beleértve az agyi központot is. Ez a legveszélyesebb program, amit futtathatunk, ugye attól függ, hogy milyen szervekről beszélünk, de az idegrendszerünket mindenképpen tönkreteszi, és ezt majd ki fogják nevezni agyidaganatnak. Tehát a gyógyulás csak akkor fog elakadni, ha nincs érzelmileg lezárva. A policiklikus lefolyás ugye az ismétlődések sorozatát jelenti, mindig eljutok a program végére, de nincs érzelmileg megoldva, tehát újrakezdem, és lehet, hogy egy aggódás megoldódott és egy meltaganat, de 2 év múlva csinálok egy újat. Vagy ritkán jönnek a sinek, csak bizonyos évszakokban, és akkor annak megfelelően jönnek az úgynevezett betegségek. Na, kérem szépen, most már rájövünk arra, hogy itt nem betegségekről, hanem értelmes biológiai különprogramokról beszélünk, amit mi betegségnek nevezünk, az valójában a gyógyulási fázis, a megoldást követi fázis. Tehát mindennek értelme van, ami a mi biológiai testünkben zajlik. Akinek kétségei lennének, az menjen ki a természetbe, és figyelje meg a természetet. Figyelje meg, hogy miért küzdenek a vadállatok az erdőben nap, mint nap. Válasz egyszerű. A túlélésért, az életben maradásért, és a fajnak a fenntartásáért. Mi, mint emberek, itt vagyunk, ugye? Mint emberek, ugyanezt a programot csináljuk, ugyanígy működünk. Az 5 természet törvény nem csupán az emberekre vonatkozik, hanem minden élőlényre. Nos, akkor elvárnánk, hogy az orvos is tudjon róla a rendelőbe, de hát őt nem erre tanították. És bár 81 óta, tehát a mai dátum szerint 41 éve, az első természettörvényt már felfedezte Hammer. Még mindig azt tanítják, amit a Flexner tanulmány óta próbálnak a fejünkbe beleverni, hogy ismeretlen, rossz indulatú, autoimmun és gyógyíthatatlan betegségek vannak. Nem ilyen betegségek vannak, hanem ilyen betegek vannak, akik nem hajlandók változtatni a gondolkodásukon, és a józan paraszti észt elővenni, legalább egy meghallgatott előadás után, azon nem lehet segíteni. Vagyis nem mindenkinek való a germán gyógytudomány. Aki nem hajlandó átgondolni a dolgokat, azzal nem tudunk mit tenni. Nem az orvos gyógyít a germán gyógytudományban.
a páciens fogja önmagát meggyógyítani tökéletesen, ha hajlandó megcsinálni azt, amit javaslunk. Tehát Hammer doktor téziseit már 98-ban elismerik. Ugye itt van a Nagyszombati Egyetemnek a pecsétje, mint látható, de a gyakorlatban nem lett átvéve, mert a gyakorlatban a medicinát a gyógyszeripar irányítja. Nos, akkor nézzük meg a női működésre ható hormonokat. Egy kicsit másképp, mint ahogy eddig láthattuk más előadásokban, mert ugye tudjuk, hogy a hipofízis, az agyalapi mirigy előső lebenyéből a luteinizáló hormon lesz az, ami beindítja a tüszőrepedést, a follikulus stimuláló hormon, ez a tüsző, érlelő hormon, érleli a tüszőt addig, míg a repedés meg nem történik. Aztán ott van a prolaktin, ami a tejtermelést fogja fenntartani, és az oxitocin, ami megjelenik a szüléskor és még az orgazmus során is, ez utóbbit a hipofízis hátulsó lebenye termeli. Na most ezekre a hormonokra nyilvánvaló, hogy az idegrendszer hat. Az fogja szabályozni, hogy mikor mennyi lesz belőle. Húztam egy vonalat, mert ezekre az agykérek hat. Az ösztrogén és progeszteron, az viszont már a petefészek hormontermelő sejtjeinek a terméke, hogy így mondjam. Tehát a petefészek állapotától függ, hogy mennyi ösztrogént és progeszteront termelünk. Vagyis ha sorvad a petefészek, akkor a hormontermelő szintje, szövete, ha sorvad, akkor nyilván, hogy ösztrogén és progeszteron kevesebb lesz. Na most a petefészekre, erre a részére, a hormontermelő szövetére az agyvelő van hatással. Az agykéreg, itt látjuk ezen a képen, a szexuális konfliktus megélésével lezárja a menstruációs folyamatot. Tehát leblokkolja a hipofizis hormonokat, és már nincs tüszőérlelő hormon, és akkor a petefészek se fog előállítani egy érett tüszőt. Tehát nem lesz menstruáció, mert a legmagasabb szinten megtörtént a blokkolás, mert a szexuális relé az itt van, amit látjuk, és ide csapódik be minden szexuális témájú történet, félelem, nemi szerv körüli matatás, szexuális tartalom, média, ugye fotó, videó, film, rajzfilm, gyerekeknek ilyeneket vetítenek, aztán lehet, hogy a szexuális aktus után kapott megjegyzések okoznak olyan súlyos megrázkódtatást, hogy le lesz blokkolva további tüszőérés és menstruáció, de a mai bulikon már ugye olyan tudatmódosító szereket használnak, hogy a lányok csak átadják magukat, és amikor magukhoz térnek, akkor kirázza őket a hideg. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek direkt, konkrét, szexuális tartalmú konfliktusok. Mi lesz ennek a következménye? Mivel ebből a reléből, itt a női birtokzónában, a szívkoszorúér vénáinak a nyálkahártyája irányítódik, ezért a konfliktus aktív fázisban fájdalom lép föl, olyan, mint amilyen az angina pectoris, csak nem éppen annyira erős. Részletek a birtok konfliktusok előadásban megtalálható. Ugyanebből a reléből lesz irányítva ugye a mészáj nyálkahártyája, ami elkezd sorvadni, de fájdalom nélkül. És a becsapódás következménye, hogy leáll a menstruáció. A megoldás követő fázisban a mellkasi fájdalmak eltűnnek, de megjelenik a mészáj érzékenysége, és az epileptoid krízisben, kérem, a fokozódó mellkasi fájdalom, szapora, pulzus, emelkedő vérnyomás és absence, tehát eszméletvesztés elvezet minket a tüdőemboliába. A tüdőembólia, tehát a
baloldali női szexuális relébe becsapódott konfliktusnak a megoldása. Ugye zárójelben megjegyzem, hogy balkezes férfinek a birtokvesztése is ugyanide csapódik be, ő birtokvesztést élt meg, de biológiailag tüdőemboliával fog válaszolni az epileptoid krízisben. A lényege ennek az egésznek, hogy megértsük, hogy az agykéreg irányítására már leáll a menstruáció. A hipofizis közvetítésével. Lépjünk tovább. Most lemegyünk a petefészek szintjére, és a petefészek nekrózisa, vagyis sorvadása két konfliktustól tud elindulni. Az egyik maga a veszteségkonfliktus, bűnbak szerepben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hibásnak érzem magamat egy szeretett élőlény elvesztése miatt. Nyitva maradt a kapu, a kiskutya kiszaladt, és egy teherautó elütötte. De hibásnak érezhetem magamat, mert nem tettem meg mindent azért, hogy megmentsem az anyámat, nem vittem el még egy konzultációra, hogy hát, ha megérti, hogy mit kellene tennie, volt ilyen konzultációval nekem. Élményem, idézőjelben az élményt, ahol a leányzó szerette volna nagyon, ha a kedves édesapja megérti, hogy hogyan kéne meggyógyulni, de hát az édesapja erre nem volt fogékony, mert túl akadémikusan gondolkodott. Vagy a másik olyan történet, ami a petefészket érinti, az az ocsmány félgenitális nemiszerhez kapcsolódó konfliktus egy férfival vagy egy férfias nővel. Ezt ritkábban szoktuk emlegetni, mert a veszteségkonfliktus gyakrabban fordul elő. Az ocsmány félgenitális konfliktusnak kétféle szervi megnyilvánulása lehetséges, mert ha csak az ocsmányság van benne, és a szexualitás, ocsmán szexuális dologról van szó, akkor a mély nyálkahártya lesz érintett, és lesz belőle fehér folyás. De hogyha egy veszteség is kapcsolódik hozzá, tehát én akkorát csalódtam valakiben, olyan ocsmányul viselkedett, és szexuális téren megélt veszteségről van szó, tehát elvesztettem valakit, akiben teljes mértékben csalódtam, és kiderült, hogy nem a kékszakállú herceg fehér lovon, hanem egy utolsó gazember. Na, tehát amikor ezt a hatalmas csalódást veszteségként élem meg, és benne van a félgenitális konfliktus is, na akkor szintén a petefészek nekrózisa fog elindulni a konfliktus aktív fázisban. Vagyis a hormontermelő petefészek szövet sorvadása. Mi lesz a következmény? Vagy csupán megvonásos vérzés, ami azt jelenti, hogy 2-3 napig van némi vérezgetés a menstruáció alatt, vagy anovulációs ciklus, nem lesz ovuláció, nem lesz tűzszőrepedés, tehát akkor már ez már azt jelenti, hogy abból gyerek se lesz. Vagy olyan súlyosan éli meg az egészet, hogy a ciklus ki is marad. Nos, ha nincsen megfelelő mennyiségű petefészek hormon, akkor nyilvánvaló, hogy vékonyabb lesz a nyálkahártya is, nincs hova beágyazódjon, még ha meg is termékenyül az a petesejt, nincs hova beágyazódjon, tehát ebből már meddőség lesz. Ehhez csak benne kell ülni, kérem szépen, folyamatosan a konfliktusban függő konfliktus aktivitás, és ameddig én ezt a súlyos élményt nem zárom le, addig ezt a részét fogom a dolgoknak úgymond megtapasztalni. Hol van ennek a hormontermelő sejt interstíciális szövetnek a Hámeri óca? Itt látjuk, most ide belerajzolok. Tehát itt látjuk jobb és bal oldalt a két relét, és ez azért lényeges, mert amint látjuk, nem itt oldalt van, ahol a szexuális relé van. És
hogyha megoldódik az a bizonyos konfliktus, akkor ez az interstíciális ösztrogéntermelő szövet visszaszaporodik, fokozott lesz az ösztrogéntermelés és petesejtérés. Ebből lesznek kérem a kétpetélyű ikrek, fiú-lány ikrek, vagy olyan ikrek, akik csak annyira hasonlítnak egymásra, mint két testvér. Mert akkor egy ciklus alatt nem egy, hanem két petesejt érik be, és nyilvánvaló, ondósejtből van több millió, tehát jut ide is, oda is, tehát a megtermékenyítés, ez minden adva van. A megoldást követő fázisnak az első része az exudatív fázis. Ugye mindenki emlékszik még a Hammer iránytűre, és ekkor ugye folyadék gyülemlik be a gyógyuló szövetekbe. Na ugyanígy a petefészekbe is folyadék gyülemlik be, de ez cisztáknak a képződéséhez vezet. Ha igen sok képződik, ugye, akkor policisztás ováriumról fogunk beszélni. Na most ezek a ciszták nagyon intenzíven növekednek, és az a lényeg, hogy az az áttetsző folyadék, ami benne van, ez gyakorlatilag új mezodermális sejtekkel telődik fel, és már a hegesedési fázisban, úgymond csokoládé cisztáról beszélek, megváltozik a színe, és hormon termelnek. Tehát az a biológiai értelme ennek az egész történetnek, hogy ha megoldottam a veszteségkonfliktust, amiért hibásnak éreztem magam, akkor viszont maximálisan kapok támogatást a biológiától a fajfenntartásba. Ameddig én hibáztatom magam, a hibás ember nem szaporodhat, nyilván, mert veszélyezteti a fajnak a létezését. De hogyha megoldottam és minden rendben van, akkor kapok bőven hormont és petefészek hormonokat, és ezért alakul ki először a policisztás ovárium, majd ezek leszakadnak, és termelik a petefészek hormonokat, most már ugye nem csak a petefészekben, hanem azon kívül is szatelitekben is megtörténik ezeknek a termelése. Ki is mutatja a labor, hogy ösztrogén túlsúly van az illetőnek a szervezetében. Ezek a ciszták, amelyeknek aztán megerősödik a tokja. Indurált ciszták, ez nem rákot jelent. Ez pont úgy történik, mint ahogy elképzeli az orvostudomány az áttétek képződését. Hogy az alapvető szövetből leszakad, és a véráram tovább viszi, vagy mit tudom én, vagy környező szövetekre. Itt teljesen biológiai értelme van ennek a folyamatnak. De ha függő gyógyulásban maradok, vagyis megbocsátok, de nem felejtek, vagy túl gyakran találkozok azzal az emberrel, akinek az elvesztését még mindig nem tudtam feloldani, legyen ez egy válás utáni állapot. Ugye? Akkor egyre több ciszta fog kialakulni, és a magányosságot is, ha beleteszem, akkor ezek szétrepednek, és onnantól kezdve egyre több ciszta fogja ellepni a nőnek a hasüregét. De hormonokat termel, és teljesen fiatalosabb lesz, és nagyon könnyen fog teherbe esni. Mi történik a változó kor után? Kérem szépen, mondjam azt, hogy ők a tartalék generáció. Mert hiába már megszűnt az aktív mély nyálkahártya csere a változó kor után, ha bejut egy ilyen konfliktus, hogy a szeretett unokámat elvesztettem, vagy szeretett háziállatot elvesztettem, vagy hozzátartozómat természetesen, akkor a petefészek itt is elkezd sorvadni, nem okoz semmilyen tünetet. De amikor megoldottuk, akkor ezek a hormontermelő interstíciális sejtek
szaporodni fognak, és elkezdenek petefészek cisztát létrehozni, hormont hoznak létre, és beindul nagymamának a menstruációja, ami azt jelenti, hogy teherbe is eshet. Igen, és 9 hónap után viszont minden elcsendesedik, mert a libidó is, meg a biológia is újra lenyugszik. Aranyos történetem van ilyen, férfiaknál is ugyanez megtörténik, és a herenekrózis, mikor helyre jön, akkor onnantól 9 hónapig Don Juanként működik, gyűjti a tapasztalatait, 9 hónap után szépen hazamegy és otthon alszik. Szóval elképesztő, hogy mennyire a fajfenntartás a legfontosabb feladata a biológiának, és ezután következik csak mindenkinek a saját élete. És ez ebben a történetben is a faj fenntartásának a biztosítása valósul meg. Na most akkor ezek után, mert miért beszéltem én ezekről? Hogy megértsük, hogy mi az, hogy endometriózis. Ez valójában tehát a veszteség konfliktus megoldása. Semmi több. Nem beteg az illető, akire azt mondják, hogy endometriózisa van, csak megoldott egy veszteség konfliktust. És ez eredményezi azt, ugye, tehát csak ismétlem, hogy a hormontermelő új mezodermális sejtek túlszaporodnak, és akkor a megoldás első felében, exudatív fázisában, ugye kialakulnak a ciszták, ezek új mezodermális sejtekkel, hormontermelő sejtekkel telnek fel, persze nem egyik napról a másikra, hanem folyamatosan. A hegesedési fázisban már ösztrogén termelnek, és egy kialakul az ösztrogén dominancia. A függő gyógyulás során viszont ez az egész folyamat nem akar abba maradni, mert újra, meg újra, meg újra kezdődik előről a történet. Hát ezért nem fog befejeződni 9 hónap alatt. Aki lezárja a folyamatot, annak 9 hónapig tart, és utána minden eltűnik. A vesegyűjtő csatorna szindróma itt is egy nagyon nagy komplikáció, mert ez szétrepeszti ezeket a cisztákat, és ezekből meg újabb ciszták fognak képződni. A lényeg, hogy megértsük, hibás az elnevezés, és az endometrium, az mély nyálkahártyát jelent, ami a belső csíralemezből a sárga színnel jelzett oszlopban le is van írva. Tehát ocsmány félgenitális konfliktusra fel szaporodik bontáskor, megjön a fehér folyás. Ennek ez a szerepe. De a mai medicina elképzeli, hogy ez a nyálkahártya onnan valahogyan átmegy, nem tudom, hogy a hasüregbe, és átalakul hormontermelő sejté. Nem kell kimenjen a ményálkahártya a mélyüregéből, annak ott a helye, annak az útja lefele vezet, és a menstruációval távozik. A hormontermelő sejtek eleve adva vannak a petefészekben. Tehát ha ezt a folyamatot így látnánk, akkor nem lennének endometriózis szakrendelések, mert egyszerűen tiszta felesleges, ha megérti az érintett hölgy, hogy ő megoldott egy veszteség konfliktus, csak arra kell vigyáznia, hogy akkor odafigyelek, hogy milyen erős a kötődésem a többiekhez is. Valahogy toljunk be 20 centit ebbe a kötelékbe. Akkor is ott van az illető, de már nem feszít annyira ez az egész kapcsolat. Ez egy megoldási javaslat lenne. Tehát az egyik legszebb történet még a kezdetekkor egy szegedi hölgynek diagnosztizáltak inoperábilis méhnyakrákot. Hú, hát megrázó volt, a hölgy teljesen el volt keseredve, és hát kiderült, hogy semmilyen méhnyakrákja nincsen, hanem egy igen ciszta, egészen a méhnyak közelében tapadt oda a méh testhez kívülről.
ugye lement egészen a duplázságba, hát szakember ezt érti. Tehát a legmélyebb pontra jutott le, ott jutott hozzá az érhez, és elkezdett növekedni. És persze ez tapintásra is, meg ultrahanggal is úgy nézett ki, hogy bárhogyha belenéznek és szemtől szemben nézik meg a dolgot, akkor látják, hogy itt ez nem mély nyakrák, tehát nincs rajta semmi. Nem is volt olyan konfliktus, ami mély nyakrákot jelentett volna, viszont volt vesztesség konfliktusa. És hát még ugye tanfolyamon nem volt hitte is, meg nem is, amit mondtam neki, de az adatok alapján kiszámítottam, hogy utána 3,5 vagy 4 hónap múlva ez az egész úgy, ahogy van, el fog tűnni. És így volt. Eltűnt. És aztán akkor eljött egy tanfolyamra, kihúzta magát, mint egy igazi nő, bevonult a terembe, mint egy igazi nő, és az ismerőseim meg bemutatkoztak, mert nem ismertek rá. Szóval ez jelenti azt, hogy ha a női hormon szintünk rendben van, és jól érezzük magunkat a bőrünkben, mint nők. De hogy kicsit általánosabban is beszéljek a gyógyulásról, őszintesség nélkül semmit nem fogunk megoldani. Azok, akik még magukhoz se őszinték, azokkal nem fogunk mit kezdeni. Úgyhogy valójában a germán gyógytudomány rámutat, hogy hogyan betegedünk meg. Aki hiszi, hiszi, aki nem hiszi, nem hiszi, nem hit kérdése. Akkor is így van, ha nem hiszi. Tessék utána olvasni az embriológiának akkor, tessék elvégezni a medicinát, tessék elmenni egy tanfolyamra. Van millió lehetőség arra, hogy az adatoknak utána nézzünk, de persze nem a szkeptikus blogokon, meg a nőgyógyászati oldalokon, ahol feltételes módban fogalmazva adnak tanácsot, hogy mit kéne csinálni. Aztán jön az, hogy bocsáss meg önmagadnak. Mert ha én magamnak se tudok megbocsátani, akkor hogy tudok megbocsátani a másiknak? Mert megbocsátás nélkül nincs gyógyulás, ezt tessenek megjegyezni. Az állatok, amit mondtam, azok nem tudnak félelmet feloldani, de a sínek kerülgetésével egész jól megoldják a túlélésüket. Üst vagy pus vagy tedd magad halottnak. Ez a túlélés praktikája. Én úgy gondolom, hogy az ember ennél többre képes, bár nagyon sokan ezen a szinten csak ennyivel foglalkoznak, hogy üssenek, fussanak, olykor halottnak tettetik magukat, és gyűjtik az anyagot, hogy nehogy valami baj érje őket, mert teli vannak félelemmel, és próbálják biztosítani a jövőjüket. A megoldás 3 lépése tehát arról szól, hogy először is a konfliktust tisztázzuk. Ebbe segít a germán gyógytudomány, de ha nem vagyok őszinte magamhoz, akkor nem érek semmit a germán gyógytudományon sem. A konfliktus érzelmi feloldása a második legfontosabb dolog, mert ha ez nem történik meg, akkor maradnak a sínek. A harmadik lépés pedig, hogy ha már megértettem, hogy a konfliktusaim az összes mire utal, és ezt ugye kifejtettem nagyon részletesen a hétvégi képzésen is, Zentán, nos akkor eljutok oda, hogy végül hálát fogok tudni adni minden este mindenért, ami aznap történt velünk. Ez a biztos garancia arra, hogy soha meg nem fogunk betegedni. De ne feledjük, hogy a germán gyógytudomány ismerete ad egy biológiai tudatosságot. De nem fogja feloldani helyettünk sem a veszteségkonfliktust, sem a szexuális konfliktust. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, megoldáshoz, megelőzéshez. Ezt az alapot ebből a könyvből megismerhetjük, ez az alapokkal foglalkozik, hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni. Tehát nem az iskolázottság, nem a családi állapot, nem a dohányzás és nem azok a tényezők számítanak, amiről beszél a medicina, hanem a fel nem oldott érzelmi megrázkódása. Ezek számítanak. Hogy mostan konfliktus aktív megoldási fázisban van, hányat futtatok belőle, ez meg fogja
határozni a viselkedésünket és a hangulati változásainkat is, és erről szól ez a könyv, a viselkedés hangulati változás. Érthetővé válik, hogyha bele elmérünk egy kicsit a pszichózisokban, mert csak azok a fel nem oldott érzelmi konfliktusok vezetnek el pszichózishoz, amelyek ugye az agyfélteke jobb és bal oldalán is ott vannak. Tehát a germán gyógytudományról jó lenne megjegyezni, hogy tudomány. Nem hókusz-pókusz tudomány. Még senkinek, de senkinek nem sikerült ezt a tudományt megcáfolnia, vagy bebizonyítania, hogy ez nem így van, hiszen nem statisztikán, nem állatkísérleteken nyugszik, hanem egyszerű, logikus, megérthető, esetleg megtanulható tényeken, mint az embriológia három csíralemeze, mint az ötödik természettörvény, amit mindenki megtapasztalhat, megfigyelhet. Na most, ha nem így lenne minden, ahogy ezt elmondtam, akkor nem követtek volna el mindent Hammer doktorral, hogy elhallgattassák. Akkor nem hagytam volna ott azt a munkát, amit addig szívvel lélekkel tettem. És ha nem merjük megkérdőjelezni mindazt, amit tudománynak neveznek, akkor maradunk a tudatlanságban. Ez a könyv, az útmutató az egészséghez, arra mutat rá, hogy a germán gyógytudomány fényében, a prizma alá tesszük, benne van a három csiralemez, és benne van a megértés, a megoldás és a megelőzés. Ha valaki ezt elejétől végig elolvassa, akkor kap egy másfajta gondolkodást, ami viszont kell a gyógyuláshoz. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét.